Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kavai Városi Televízió adását látják júniusban, vagy ahogy eleink hívták, a nyár előhavában negyedszer, idei évfolyamunkban 25. alkalommal, 2018. június 24-én vasárnap, Szent Iván napján. Múlt szombaton, június 16-án a Kultúriskola udvarán tartotta a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségét és tanévzáróját. Mire gondolhattak a ballagó nyolcadikosok? Talán arra, hogy kisiskolásként még szinte elképzelhetetlen volt, hogy egyszer elérkezik ez a különleges nap is az életükben, a ballagás napja. Ilyenkor csupán néhány pillanatnak tűnhet az a 8 év, amit eltöltöttek a Kabai Általános Iskola falai között. Talán még fel sem fogták, hogy utoljára sétáltak végig a jól ismert folyosókon, át a Kultúriskola gyönyörűen feldíszített udvarára, ahol a szabadtéri színpad lelátója most nem színház látogatókkal, hanem a búcsúzó nyolcadikosok büszke szüleivel, rokonaival és kedves ismerőseivel telt meg ezen a szombat délelőttön. Most elhagyták a 8 évig biztonságot jelentő alma mater falait. Ismerték az iskola rendjét, tanáraik szokásait, tudták, kihez fordulhattak segítségért, mit hol találhattak meg, kiben bízhattak, s tudták, hogy a Sári Gusztáv Általános Iskolában minden tudást megkaptak, amire szükségük volt és szükségük lesz, mert igen, ősztől új iskolákban új tanárok, ismeretlen osztálytársak és új kihívások várják őket. Sok emlék törhetett fel a ballagó végzős diákok képzeletében. A hétköznapok nehéz vagy éppen vicces feladatai, a felejthetetlen osztálykirándulások emlékei, az iskolai sportversenyek izgalmai vagy éppen az ünnepek vigasságai. Szinte hihetetlen, hogy utoljára szólt a csengő szó számukra. Várva várt, mégis nehéz nap a ballagás napja. Várva várt, hiszen ez a nap róluk szólt. Nekik álltak kordont az alsóbb évesek, az ő kezükben gyűltek a virágok, és őket búcsúztatta szép szavakkal papné Széke Éva igazgatónéni. Nehéz, mivel ezen a napon lezárult életük egy fontos szakasza, az általános iskolai évek időszaka. Hála a Kabai Városi Televízió lassan 2 évtizedes archívumának, nem csak az emlékeinkben idézhetjük fel, hanem a régi DVD lemezek képsorain is visszanézhetjük, hogy milyen aranyos csemeteként léptek be az iskolába 8 évvel ezelőtt. A ballagók többségéről még bölcsődés felvételeink is vannak. Az óvodás időszakukban is gyakorta forgattunk. Az is megmaradt, hogy az óvodásból iskolássá lett kis elsősök, hogyan totyogtak kiskacsaként a tanítónénik után, s hogyan kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat, hogyan sajátították el a számtanulás, a betűvetés és az olvasás csinyát, bínyát. Hogyan készültek a kulturális bemutatókra, az iskolai ünnepekre, a karácsonyi betlehemezésre, a farsangi karneválokra. Ilyenkor mi is büszkén poroljuk le a régi korongokat, hogy megnézzük, micsoda nagyszerű látni, ahogy a kicsinyekből érett, középiskolába készülő nagyfiúk és nagylányok lettek. Thank you.
Köszöntöm kedves vendégeinket, tanulóinkat, a nevelőtestületet és minden munkatársamat. Külön szeretettel köszöntöm a ballagó 8-osokat, osztályfőnökeiket, a kedves szülőket, hozzátartozókat. Pap Gréta, 2. B-osztályos tanulónk, Mentovics Éva, Húrá vakáció című versével köszönti a szünidőt. Mentovics Éva, Húrá vakáció! Nyári napfény hozta hírét, tudta, várjuk már nagyon, s önfeledten viháncoltunk e ragyogó szép napon. Vakáció, vakáció, vízhangzott az iskola. Nem csendült még egyszer a szó, így harsányan, tán soha, s tényleg jött a vakáció. Szaladt fel a kert alatt, eltüntette a leckéket, hírmondójuk sem maradt. Elrejtette a táskámat, minden könyvet, füzetet. Ceruza sincs, mivel írjak? Hopp, a táblán üzenek. Vakáció, rajzolom fel, színezem, hogy szép legyen, s képzeletben kéz a kézben, járunk erdőn réteken. Vízvarázsa hív a partra, zsong zsibong a rétliget. Farkos derűs száll a szélben, s virágillat. Érzitek? Megtalálsz majd parton, dombon, cseresznyefán, szederfán, dinnyét falok kinn a kertben, a forró nyár derekán. S ha támad a kánikula, forróságot ont a nap, akkor biztos fagyik nyálva, hűsölök egy lomb alatt. Nem fecsegek tovább róla, hisz ismerjük oly sokan. Vakáció, együtt leszünk egész nyáron, boldogan. Intézményvezető helyettes tanévzáró ünnepe beszéde, majd papné Székely Éva intézményvezető néhány gondolata következik. Szeretettel köszöntöm az évzáró és ballagási ünnepség minden kedves vendégét, résztvevőjét, külön kiemelve Szegélyen Márt városunk polgármesternőjét,
Pápai Tamás jegyzőurat, Kislajosné nyugalmazott címzetes igazgatóasszonyt, Váradi Istvánné nyugalmazott címzetes igazgatóasszonyt, Szabó Izabellát, a szülői munkaközösség elnökét, dr. Sáska Sándort, az intézményi tanács elnökét, Csekéné Aradi Andreát, a Sári Gusztáv általános iskoláért alapítvány kuratóriumi elnökét, dr. Kaszásné Sarkadi Annát, a támasz szociális alapszolgáltatási központ vezetőjét, Vágó Emesét, a Mácsai Sándor művelődési ház vezetőjét, és Boldogné Kis Ágnest, a Gonda Ferenc városi könyvtár vezetőjét. Köszöntöm ballagó diákjainkat, családjaikat. Tisztelt vendégeink, tanulóink, munkatársaim! Íme újra itt a nyár, kiürültek a tantermek, nyári szabadságra megy a csengő. Néhány percet szálljunk a számvetésre, a lassan mögöttünk maradó tanév értékelésére. Az idén 413 tanulónk tanult két iskolaépületben. A tanévnyitó ünnepségen 47 kis első osztályost fogadtunk be, most pedig 62 nyolcadikostól búcsúzunk. Ebben az évben is, mint mindig, nagyon sok és sokféle programmal vártuk a gyerekeket, köztük szép számmal olyanokkal is, ahová a szülőket, családokat is bevontuk. Hogyan is szól a számvetésünk? Első évfolyamosaink közül 10 kiválóan feleltek meg a rájuk adott követelményeknek. Mint tudjuk, a magasabb évfolyamba járók már tantárgyi osztályzatokat kapnak a bizonyítványukba. Kitűnő bizonyítványt vihet haza 46 tanulónk. Jeles bizonyítványjal dicsekedhet 33 diákon. Tanulmányi átlagunk 4 egész, vagyis jó. Szorgalmi átlagunk 4,1%, szintén jó. Magatartásunk pedig 4,36%-ra átlagolható, tehát jók vagyunk. Szülői kérésre évet fog ismételni az elsősök közül 3 kisgyerekünk. Felsőbb évfolyamainkból biztosan évismétlő lesz 2 tanulónk, akik nem feleltek meg évfolyamuk tanulmányi követelményeinek. Javítóvizsgát tehet 5 másik diákunk, nekik még lehetőségük van a javításra. A nyári szünetben a játék mellett a tanulásra is gondolniuk kell, hogy sikeres javítóvizsga letétele után magasabb évfolyamba léphessenek. Nevelőtestületünk minden évben dicséretben részesíti a legjobb eredményeket elérő, kitartó, szorgalmas diákjainkat. Kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukért, példás szorgalmukért, és mert egész tanévi munkájuk során ezt legalább 3 igazgatói dicsérettel is megtoldották, nevelőtestületi dicséretben részesülnek következő diákjaink. Turóci Orsolya Anita 1. B, Kovács Buzsina 2. B, Pap Gréta 2. B, Usi Dóra 3. A, Szabó Réka Piroska 3. A, Molnár Dániel 3. B, Aponyi Csenge 4. A, Balogh Edina Nikolett 4. A, Szarvas Adrien 4. A, Batiz Béla Benedek 4. B, Szent Jóbi Péter 4. C, Fagyos Nóra 5. A, Asztalos Réka 5. B, Kolcsok Adrien 5. C, Nagy Anita 5. C, Nagy Renáta 5. C, Sáska Sándor 5. C, Tani Mátyás Attila 5. C, Mester Lajos 7. A, Szabó Lili 7. A, Németh Ágnes 7. B, és Zagyva Péter Róbert 7. B osztályos tanulónk. Jeles tanulmányi eredményeért, egész éves igazgatói dicséretekkel jutalmazott munkájáért, nevelőtestületi dicséretben részesült Fagyas Bence 1. A, Sallak Adrián 3. B, Szent Jóbi Gergő 4. B, Bátori Lili 5. A, Hegedűs Kincső Zsófia 5. B, Csekesára 5. C, Vágó Boglárka 5. C és Balogh Réka 6. C osztályos tanulónk. Megdicsérték nevelőink azokat a tanulóinkat is, akik kiemelkedően sokat munkálkodtak a közösségért, és emellett tanulmányi munkájuk is elérte a jó szintet. Közösségi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesült Ludmai Jászmén Laura 1. B, Szarvas Noémi 5. A, Furkó Lajos 5. A, Nagy Lajos 5. B, Haja Viktória 5. C, Sallak Sándor 6. A, Molnár Vivien 6. C, Nyilas Gréta 6. C,
Lókai Evelin 6. C, Tanka Noémi 6. C, Tulóci Viktória Éva 6. C, Meszesán Tímea 7. A, Németh Krisztófer 7. A, Varga István Gábor 7. A és Kis Rózsa 7. B osztályos tanulónk. Tanulmányi versenyeink legjobb eredményei. Szép magyar beszéd Kazinci szép kiejtési versenyen bronzjelvényt szerzett Németh Ágnes 7. B osztályos tanulónk. Titok London Bridge országos angol verseny 7. helyezettje lett Szabó Lili 7. A osztályos diákunk. Az idén 51 kabai tanulónk volt növendéke a művészeti iskolának. Közülük 3-an kaptak igazgatói dicséretet. 3 tanuló vett részt az 5. aranyharcán tehetségkutató és minősítő énekversenyen, ahol Szent Jóbi Péter 4. C osztályosunk arany, Borbé Réka 4. C és Almási Sándor 6. A osztályos tanulónk ezüst minősítést kapott. Sportoló diákjaink közül birkózásban Serdülő Diák Olimpiai bajnok címet szerzett Molnár Tibor 8. A osztályosú. Karate utánpótlás magyar bajnokságon 2. helyezést ért el Varga István Gábor 7. A és 3. helyezést ért el Bátori Lili 5. A osztályos tanuló. Országos nyílt kicsbox verseny 2. helyezettje lett Hegedűs Kincső Zófia 5. B-s tanuló. A Magyar Torna Szövetség aerobik szakág magyar kupa sorozatán egyaránt 2. helyezést ért el Váradi Valéria 6. A és Akonyi Csenge 4. A osztályos diákunk. Most együtt megérdemelnek egy nagy tapsot. Kedves szülők! Tisztelettel köszönöm meg egész tanéven át tartó figyelmüket, törődésüket, mellyel gyermekeiket az iskolai életre nevelik. Köszönöm a szép iskolai környezetünk kialakításában való részvételüket, rendezvényeink szervezésében nyújtott segítségüket, fáradozásukat. Hálával tartozom a Veretjóújfalui Tankerületi Központnak, iskolánkat érintő gondos fenntartói és működtetői tevékenységéért. Köszönöm Kabaváros önkormányzatának, intézményeinek, civil szervezeteinek, amiért oly sok segítséget nyújtanak tanítványaink nevelésében. És most a búcsú, útra való. Hunitáj batyuját költöző fecskének, sóhajtásnyi utat szállingó levélnek, erdőnek ösvényt, ösvénynek erdőt, kérges nagy fáknak fésülő szellőt. Hosszú nagy hallgatást ijesztő kubiknak, gépmérföldes csizmát iszkoló nyusziknak, bútorok nyugalmát csöndet a szobának, öregek békéjét búcsúzó sugárnak. Gyöngének jóság szelíd hatalmát, felhőnek égbolt fénylő nyugalmát, hűvöst a nyárnak, tüzet a télnek, álmok libegését levált levélnek. Békét az álomba szendergő mezőnek, kristály szép hangot az iskola csengőnek. Napsugárküllőket álomszekereknek, először induló táskás kicsinyeknek, hűséges kezeket percegő tollaknak, pontot az első és utolsó mondatnak. Szép szót, ha oktatnak, lelket, ha mesélnek, igazmondó véget mindegyik mesének. Kedves gyerekek! Fehér Ferenc versét búcsúzásnak szántam. Utoljára állok itt előttetek, mint iskolavezető. Elköszönök tőletek úgy, ahogy nálunk Kabán, szeretett szülőfalomban szokás. Minden jót kívánok. Isten áldjon benneteket és kedves minnyájukat. A 2017-18-as tanévet bezárom. Kedves gyerekek, kedves vendégeink! Hallhatták, hallhattátok, hogy milyen sok szép eredményt értetek el a 2017-18-as tanévben. Hogy ezeket a szép eredményeket elérhessétek, nevelőtestületünk tagjai is részesei voltak ennek. Ezért szeretném megköszönni nevelőtestületünk tagjainak
az éves munkáját, és kérném szépen, hogy azok a nevelők, akik a nevüket hallják, legyenek szívesek felfáradni. Székelyné Molnár Anikó, pap Judit, Bojti Norbert, Sarkadi Sándorné, Magulányi Szanyi Lilla, Németh János és Fazekas Béla kollégáim. Ők voltak azok a kollégák, akik település szintű rendezvényekre készítettek fel gyerekeket, szerkesztették a műsorokat, illetve le is bonyolították azokat. Köszönöm a munkájukat! Átadja Rácz Péter 8. C-osztályos tanuló, a zászlót átveszi Varga István Gábor 7. A-osztályos tanuló. A 8. osztályosok nevében a zászlót átadom, becsületét őrizzétek meg. A 7. évfolyam nevében a zászlót átveszem, ígérem, becsületét megőrizzük. Iskolánk szolfés tanára. Köszönöm, hogy értem jöttél, útborából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban vigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlent sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, szükségem van rád. Ki tudja, nélküled hol lennék ma már? Tán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. Köszönöm, hogy rám találtál. Köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy végül.
magamra hagytál. Köszönöm, hogy elengedtél, hálát sosem követeltél. Köszönöm, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ki tudja, melletted hol lennék ma már? Tán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. Amíg élek, s emlékezem. Papné Székely Éva intézményvezető búcsúzik a ballagóktól, és a hagyományokhoz hűen jutalmakat ad át azoknak a nyolcadikosoknak, akik jeleskedtek a tanulásban, sportban, közösségi munkában. Tisztelt ünneplő közönség, kedves ünnepeltek, ballagó diákjaink! Rátok nézek. Szép ünnepi külsőtök, a benneteket fotózó vendégek, a virágköltemények mind mutatják, hogy fontos állomás ez a nap a diák élet útján. Sokan messziről érkeztek ide, hogy veletek legyenek ma. Ballagtatok már esetleg többször is. Bölcsiből, óvodából, és most az általános iskolából. A Quimby együttes szavaival köszöntelek benneteket ballagásotok alkalmából. Vannak jó szelek, s persze rosszak is. Már a hullámok mögött vár ránk a part, de semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Eljött át a ballagás napja, a búcsúzás pillanata. Egyszerre járja át a szívünket az öröm, a boldogság, a szomorúság. Ezekben az utolsó percekben mindannyiunk előtt leperegnek a közös emlékek. A tanórák, a kirándulások, az iskolai rendezvények, a bulik és a nehéz órák. Holnapra ezek az emlékek már a múlté lesznek, egy olyan múlté, amely meghatározza a jövőtöket. Hiszen kiléptek a nagybetűs életbe. Életünk során van néhány kiemelkedő esemény. Jelentős, felejthetetlen állomások ezek, emléküket egy életen át őrizzük. Egy ilyen ünnepi alkalomnak vagyunk ma, mi részesei, hiszen 62 diák vesz ma búcsút iskolánktól. Kedves tanítványaink, ballagásotok az ünnep és a búcsú napja. Búcsú osztálytársaitoktól, tanáraitoktól, búcsú az iskola épületétől, a csengő hangjától, egy szóval mindentől, ami meghatározó volt számotokra. Én azt gondolom, hogy a mai nap visszatekintés is kell, hogy legyen. Visszatekintés az eltöltött évekre, arra, hogyan váltatok kis elsősökből komoly nyolcadikosokká. Visszatekintés, hogy mennyi mindent tanultatok, mennyi mindent tapasztaltatok a 8 év során. Talán életre szóló barátságok köttettek, melyeknek reméljük nem szakad vége. Ez csak rajtatok áll. Együtt voltatok sikerekben, kudarcokban egyaránt. Formálódtatok, alakult személyiségetek. Mi pedagógusok azon igyekeztünk, hogy megtöltsük talisznyátokat azokkal az értékekkel, amelyek fontosak az életünkben. Alázat, szeretet, kitartás, remény, szorgalom. Próbáltunk számotokra ezekből példákat adni. Kedves ballagók, kérlek titeket, hogy mindig szeretettel, hálával gondoljatok vissza iskolátokra, diáktársaitokra, tanáraitokra.
Bízom benne, hogy az itt megszerzett tudással a középiskolában szorgalmatoknak és pedagógusaitoknak köszönhetően öregbítitek majd iskolánk hírnevét. Köszönjétek meg szüleiteknek is a gondoskodást, a fáradozást, mely ezután is kísérni fog benneteket utatkor. Tisztelt szülők! Büszkén tekinthetnek a ballagó, csinos lányukra és a jó kiállású fiúkra, akik most itt a színpadon ülnek, kissé megszeppenve. Az arcukra nézve felvillan a 8 évvel ezelőtti kisgyermek képe, aki az óvodát elhagyva egy új kihívás felé vette az irányt. Ez a 8 év az önök részére is nagy próbatétel volt. A folyamatosan változó gyermeket irányítani, nevelni kellett. A helyes út megmutatása komoly erőpróba. A rendszeres mindennapi tanulásra való rászorítás több esetben csak kísérlet maradt. Az önök által képviselt viselkedési normáknak sem feleltek meg mindig. Sokszor léhák, anyagok, feledékenyek és idegesítően flegmák tudtak lenni. Feltételezem, amiértük néha feszegette a szülői szeretet határait. De hát ezért szülő a szülő, ezért vannak ott ezek a gyerekek, ahol vannak, mert a kritikus pillanatok zöbében ott állt mellettük egy aggódó anya, vagy egy szigorú apa, esetleg fordítva, aki a nehéz pillanatban támasz biztosított gyermekének, aki tanácsot tudott adni, lelket öntött a csüggedő nebulóba, és kemény munkával biztosította az anyagi támaszt. Köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeretét rám bízták, és hogy az elmúlt 8 év alatt mellettünk álltak és segítették munkánkat. Kedves 8-os tanítványaim! Az évnyitón szeptember 1-én többek között ezzel a kéréssel fordultam hozzátok. Magatartásotokkal, szorgalmatokkal, mint az iskola legöregebb diákjai, mutassatok jó példát az alsó évfolyamos társaitoknak. Az elmúlt 10 hónap az bizonyította, hogy volt, aki ennél a mondatnál nem figyelt, de legtöbben meghallottátok, és nagyon sokat tettetek ennek érdekében. Ez bizonyítja a mellettem lévő asztalon lévő sok könyv, oklevél, melyet szeretnék átadni a 8. évfolyam tanulói közül azoknak, akik nevelőtestületi dicséretben részesültek. Jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseként nevelőtestületi dicséretben részesült Szabó Dániel Márk, 8. A-osztályos tanuló. Jutalma oklevél. Kérem, gyert! Kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseként nevelőtestületi dicséretben részesült Korcsok Nikolett, Kovács Zita, Kulcsár Zoltán, Sáska Fuzsina Anna 8. A és Benke Andrea Alexandra 8. C-osztályos ballagó diákunk. Kérlek, gyertek ki! Éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet Korcsok Nikolett, Kulcsár Zoltán, Sáska Fuzsina Anna 8. A és Kis Lőrinc 8. C-osztályos tanulom, akik emlékplakettet és könyvjutalmat vehetnek át.
tanulmányi eredménye mellett több éven át kiemelkedő sporteredményt ért el. Korcsok Nikolett, Szabó Dániel már 8. A, Dede Roland 8. C osztályos diákunk, akik mindhárman küzdősportot választottak maguknak. A kickbox, a karate és a birkózás nagymesterei. Többször állhattak hazai és külföldi dobogó legmagasabb fokán. Tanulmányi és sportmunkájuk elismeréseként emlékplakettet, könyvet és oklevelet vehetnek át. Korcsok Nikolett diákunk kiváló tanulmányi munkája mellett nagy odaadással, szorgalommal vett részt házi, megyei és országos versenyeken. Mindemellett aktív tagja volt iskolai életünknek, és a sportelőtén is nagy sikereket ért el. A Berettyó újfalui tankületi központ elismerő oklevelét és könyvtalmát veheti át, melyet Kapornai Júli tankületi igazgatóasszony elismerő szavai mellett most én nyújtok át. Hagyománya van annak, hogy a ballagó osztályok szülői munkaközösség tagjai közül a legaktívabbakat könyvintalomban részesítjük. Tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy egyben megköszönjük minden kedves szülőnek, nagyszülőnek azt, hogy aktívan, tevőlegesen részt vesz az iskola életében. Könyvintalomban részesül dr. Sáska Sándorné a 8. A, Varjú Sarolta a 8. B, és Hunyadi Imréné a 8. C osztály szülői munkaközösség tagjai közül. Kérem, legyetek szükségek! Kedves ballagók, újból hozzátok fordulok. Kívánok az elkövetkezendő feladatokhoz kitartást, sok örömet, és kívánom, hogy érjétek el célotokat az életben. A legközelebbi viszontlátásig köszönök el tőletek a következő gondolattal. Legyen előtted mindig út, fújjon mindig hátad mögött a szél, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre, s míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Jó utat nektek! Hallgassuk meg Sáska Fruzsina Anna, 8. A-osztályos tanulunkat, aki ballagó társai nevében szól hozzánk.
Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves vendégeink! Az a megtiszteltetésért, hogy a Kabai Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018-ban állalagú 8. évfolyamának nevében én búcsúzzak el az iskolától, amely ennyi éven át a második otthonunk volt. Én köszönhetek el a többiek nevében tanárainktól, akik próbáltak minket a jóra nevelni, akik értünk dolgoztak, küzdöttek, sokszor még úgy is, hogy mi nem voltunk teljesen partnerek ebben. Én köszönhetek el diáktársainktól, akik még itt maradnak, akik tovább készülhetnek arra a kihívásra, amit a felvételi, a továbbtanulás fog majd eléjük állítani. Nem először ballagunk most, nagyon sokan, akik most búcsúzunk. Együtt zártuk le a bölcsődei, majd utána az óvodai éveinket is. Akkor még nem is igazán fogtuk fel, hogy mi következik. Mi vár ránk a következő helyen, ahova megyünk. Izgalommal vártuk az újat, hogy később rádöbbenjünk. Ez már egy más, nehezebb világ, mint az előző volt. Ez a mostani ballagásunk különbözik a korábbiaktól, hiszen most először vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy ami jön, az sokkal nehezebb lesz, mint amit magunk mögött hagyunk, és sokkal önállóbbnak, felelősségteljesennek kell lennünk, mint amilyenek eddig voltunk. Remélem, hogy a mögöttünk hagyott általános iskolás évek, tanáraink kitartó próbálkozásai a tudás átadására, szüleink irántunk tanúsított türelme és szeretete megfelelő alapot adnak számunkra ahhoz, hogy sikerrel vehessük az előttünk álló akadályokat a középiskolában. Alig hiszem el, hogy 8 éve léptük át először az iskola küszöbét. Olyan gyorsan elrepült az idő, szinte még most is értek ide minket az óvónénik. Kaptuk meg a füzetet, a ceruzát a nagyoktól. Most pedig utoljára állunk itt az iskola tanulóiként. Közben eltelt 8 év, amely alatt sokszor éreztük azt, hogy csak vánszorognak a napok, hetek. Időnként meg, mintha csak úgy repült volna az idő. Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy a szünidők tartoztak az előbbi, míg a tanévek az utóbbi csoportba. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra ez a mai. 2010. szeptember 1-én léptünk is iskolások. Most, 2018. június 16-án felsősökként, 8-osokként állunk itt az évzárón, ahol mi búcsúzunk. Sok érzés kavarog most bennünk, leginkább az öröm, a megkönnyebbülés, a megelégedettség, a büszkeség. De mellette ott van egy kis szomorúság, egy kis félelem, egy kis bizonytalanság is. Jövőre egy új, ismeretlen hely már van felfedezésre. Új barátokkal, új tanárokkal, új felelősséggel. De a sok újdonság mellett biztos vagyok abban, hogy sokunknak eszébe fog jutni pár szép emlék, csíntevés, esetleg rosszaság a múltunkból, az általánosból, amin elmosolyodunk, ami erőt ad a számunkra. Az utóbbiak miatt utólag is szüleink és tanáraink elnézését kérem, mert gyakran mi sem gondoltuk, mennyire fárasztóak tudunk lenni. De szívből remélem, hogy leginkább a jó emlékek fognak megmaradni rólunk. Egy jó felelet, vagy egy jól sikerült dolgozat. A versenyek izgalma, a gyermeknapok, az osztálykirándulások, esetleg a klub délutánok emlékezetes pillanatai. Most úgy búcsúzom, hogy még frissek az élmények, eleven él bennem. Bennünk minden, ami az elmúlt években történt. Ahhoz, hogy ez értékes emléké, tapasztalattá válhasson bennünk, hosszú időnek kell eltelnie, és közben nekünk is rengeteget kell még tanulnunk, mint az iskolai, mint az azon kívüli életből. Ha ez megtörténik, és sok-sok év múlva visszatekintek a mögöttünk hagyott időszakra, eszembe fog jutni, mennyit tanultam szüleimtől, akik mindig a legjobbat szeretnék nekem. Eszembe fog jutni, mennyi mindent éltünk át az osztálytársaimmal és barátaimmal a 8 év alatt. Eszembe fognak jutni a tanáraim, akik nem csak a matematikai egyenletekre és olvasásra tanítottak bennünket, hanem sokszor ennél sokkal fontosabb dolgokra is. Köszönjük ezt nekik! A mondandómat egy filmidézettel szeretném lezárni. Semmi sem azért csodás, mert örök, hanem mert kiváltság ismerni. Köszönöm megtisztelő figyelmet!
Lőrinc, 8. C-osztályos tanuló, Simonfi Péter, Búcsúdal című versével köszön el iskolánktól és diáktársaitól. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg előttem végigpereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom. És a legelején ez áll. Még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években. És minden egyes barátunk itt lehet, a premiéren. Sok mindent éltünk át, a lista hosszú lenne. De mindenki szerepet játszott, majdnem mindenben. Sok kalandpár, sok fele. És mind együtt mentünk vele. Gyakran segítve egymást, és csak néha heccelve. És most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ezt a suli. Döbbenve, figyelve, hogy közben mindenki éri. Visszanézve a képeket, az elmúlt sulis éveket, sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek. Sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak. Büszkén hívják magukat egy összetartó osztálynak. Rendezők nélkül semmi sem jöhetne össze, bár az osztályunk volt mindig is a tanárok réme. De csak jó értelemben, és most látok sok fájó szívet, mert itt kell hagynunk végleg minden példaképünket. Itt leszünk egymásnak, hogyha vége már a dalnak. Együtt mondunk búcsút ennek a suli színpadnak, tudva, hogy együtt leszünk végleg, még ha vége is az évnek. Együtt voltunk fiatalok, együtt leszünk vének. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, látok sok fiatal gyermeket, akik álmokat kergetnek. Egymás köré gyűltek, és közös dalt énekelnek. Bentről már mind tudják, hogy még nem felnőttek. A 8. osztályok képviselői szalagot kötnek a zászlókra. Kedvesek nevében búcsúzik Mester Lajos, 7. A-osztályos tanuló. Kedves ballagó 8-osok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljátok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. 8 szép évet töltöttetek ezen falak között. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába.
Ötödik osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. Ne feledjétek, itt nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, neveltek is benneteket. Búcsúzom most tőletek, mi, hetedikesek. Most itt hagytok minket. Talán vissza se néztek, amikor kiléptek az iskola kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek és féltelek titeket egyben, hiszen sok kihívással fogtok szembenézni. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolán gondoskodása, féltő szeretete. A jövőben üres és csendes lesz az iskola nélkületek. Soha ne feledjétek, hogy a Sári Gusztáv általános iskola tanulói voltatok 8 éven át, ezért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el együtt diáksínyeket, nem meséltünk egymásnak a mulatságos, tanulságos történeteket. Kívánjuk, hogy minden, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Simonfi Péter szavaival búcsúzom tőletek. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom. Ezekhez a célokhoz a hetedikesek nevében kívánok sok szerencsét és kitartást.